kis ízelítő Román Sándor vadonatúj táncprodukciójából, az Affér című darabból. A különleges zenés-táncos előadást a Mandala nyár keretein belül mutatják be Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban. Igyekszünk fűszerezni az összeállítás zenei programokkal, illetve táncprodukciókkal is. Valóban 2001-ben talán a mi szervezésünkben járt itt először Nyíregyházán, vagy elsők között, az biztosan merem mondani, Román Sándor tánctársulata. Nagy sikerrel, és egyébként azóta nyilván többször is voltak Nyíregyházán. Ezúttal gyakorlatilag ez egy új bemutató, az Affér című táncjáték, aminek június végén volt a bemutatója Budapesten, és kaptunk tőlük egy telefont, hogy szívesen csatlakozzának a Mandala nyár programjába, és mi meg szívesen fogadtuk őket. Az Affér egy modern mese viszályról és szerelemről, egy humoros köntösbe csomagolt Rómeó és Júlia, ezúttal happy enddel. Ahogy egy jó, bárki számára érthető darabnál lenni szokott, ezt is az élet írta. A mai ember, hogy is mondjam, kicsit fölismerheti a környezetét, mert teljesen a mi mai ízlésünkhez igazítva alakítottam ki a karaktereket, a két bandát, és igyekeztem elég karakterisztikusan szórakoztató karaktereket kitalálni, mert úgy gondoltam, hogy az a kísérletezési időszak, amikor mi itt két évig be voltunk zárva a próbaterembe, kidobott egy olyan különleges stílust, játékstílust, amit még a humor oldaláról megfűszereztem. A humor és a jó hangulat a próbákról sem hiányzik, még akkor sem, ha egy nagyon komoly, szigorú karakter kell alakítania egy táncosnak. Én ebben a darabban a főnyomozónak az egyik kis szánsegédje, vagyis hát beosztottja vagyok, egy másik kollégámmal, egy fiúval. Mi vagyunk így hárman egy nyomozó brigád, aki a két csapatot tartja kordában, letartóztatja, keresi, nyomoz utána. És a végén, hát a mi szerepkörünk az, aki az egész darab alatt igazából a fegyelmet, a szigort mutatja. Annak ellenére viszont van benne egy kis komédia is, mert olyan jelenetben, ahol csak mi vagyunk, ott megjelennek a különböző karakterek. Hogy a beosztott lány szerelme beteljesedik-e főnökével, azt a nyíregyházi közönség is megtudhatja a 90 perces felejthetetlen előadásból augusztus 22-én este 8 órától a Sóstói Múzeum faluban.